Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, Bud Spencer karrierjét tekintenénk át, és elérkeztünk a Piedone a zsaruhoz. Azonban mielőtt rátérnék a filmre, egy picit beszélnék arról, hogy miért is indítottam el ezt a sorozatot. Egyrészt azért, mert nagyon sokan kértétek, másrészt én is kedvelem ezeket a mozikat. Ugyanakkor kicsit óckodtam is ettől a témától. Mégpedig azért, mert nagyon sokan szeretik hangoztatni, hogy a filmkritika egy szubjektív műfaj, de ezzel nem feltétlenül értek egyet szakmai szempontból. Ha valaki kritikát fogalmaz meg, akkor ha nem is teljes mértékben, de valamennyire törekednie kell az objektivitásra. Itt most arra gondolok, hogy azt, hogy egy filmnek eldönteni, hogy jó-e a forgatókönyve, vagy éppen a fényképezése, nem egy szubjektív dolog. Na most Bud Spencer filmjeinél ez nekem nem fog menni. Nyilvánvaló, hogy ezek a mozik rengeteg hibával rendelkeznek, de erre nem feltétlenül szeretnék kitérni a bemutatók során. Persze azt azért el lehet dönteni, hogy melyik a gyengébb darab, illetve melyik az erősebb. Bár azért itt megjegyezném, hogy Bat Spencer és Terence Hill karrierjében vannak kiemelkedő filmek, melyek mozis, illetve filmtörténeti szempontból is fontosak. Elég csak az ördög jobb és bal kezét megemlítenünk, ami egy fontos korszakváltozás kezdete volt az olasz filmgyártásban. Az pedig nagyon egyszerű, hogy miért nem tudok objektívan értékelni, azért mert ezeken a filmeken nőttem fel, ahogy nagyon sokan, akik valószínűleg hallgatni fogják ezeket a bemutatókat. Ennyi felvezetés után jöjjön a Piedone a zsaru. Ami egyébként egy érdekes darab, ugyanis több tekintetben is eltér Bud Spencer egyéb filmjeitől. Tudni kell, hogy az első tervek szerint a Piedone a zsaru egy kőkemény thriller krimi lett volna. A cél Bud Spencer részéről is az volt, hogy egy kicsit szakítani akart azokkal a karakterekkel, melyeket eddig alakított. Ha megnézzük, hogy hol helyezkedik el a film Bud Spencer életművében, akkor láthatjuk, hogy már túl volt az ördög jobb és bal kezén, és ezek után szerette volna magát önállóan is kipróbálni a cél kettős volt, nem csak a megismert karakterekkel, a vígjáték műfaja, hanem a Western műfajjal is szeretett volna szakítani. Pont ennek is köszönhető, hogy a Piedone a maga idejében egy nagyon kockázatos vállalkozás volt. Arról nem is beszélve, hogy a rendező Steno is elsősorban előtte komolyabb alkotásokat készített. Nagyon röviden a sztori egy különleges nápoi nyomozót mutat be nekünk, aki az öklével teremt rendet, nem pedig a fegyverével. Az alapkonfliktus az, hogy nápolyban felüti a fejét a kábítószerkereskedelem. Már az alapszoriból is látszik, hogy ez egy krimi felütés. Nem árulok el nagy titkot, a Biedóne a óriási siker lett. No de mi lehet ennek a hátterében? Először is az alapkrimi szál egyáltalán nem rossz. Másrészt szintén egy fontos tényező, hogy Bud Spencer több interjúban is kijelentette, hogy nagyon kedveli Piedone figuráját, hiszen ő maga is nápoi. Ennek is köszönhető, hogy alakítása rendkívül hiteles és szerethető. A siker egy következő kulcspontja az volt, amit Steno egy interjúban is elismert, hogy a kezdeti tervek ellenére már a forgatókönyv írás során is a sötét alaptörténetet megpróbálták különböző dolgokkal enyhíteni, árnyalni. Persze a Piedone Zsaru ettől még nem lett vigjáték, de rakta bele néhány szórakoztató akció jelenetet, ahol Bud Spencer is kap egy-két pofont. A vicces mellékszereplők pedig tovább emelték a szórakoztató faktort. Végül a siker egy fontos eleme, akár csak sok Bud Spencer és Terence Hill filmnél, a zene. Mai napig az egyik kedvenc filmzene témám, hogyha egyszer hallom, akkor képes vagyok napokig dúdolni. Nekem kimondottan tetszett, hogy néhány olyan dolog is belekerül a Piedone a zsaruba, ami egyébként ekkortájban jellemző volt az olasz filmgyártásra. Hogy csak egy egyszerű példát mondjak, Piedone rendszeresen dohányzik a filmben. Ugyanez némi poénforrást is generál, de ma már ez teljesen elképzelhetetlen lenne egy filmben. De ide tartozik néhány tipikus olasz diszkó bemutatása, illetve a gengszerek öltözködése. Továbbá meg kell említenünk a filmel kapcsolatban egy nagyon fontos dolgot, a magyar szinkront. Kettő darab szinkron létezik a filmhez, az elsőt 1979-ben készítette a magyar TV, Bújtor Istvánnal. Utána 1999-ben a TV2 újra szinkronizáltatta Kránic Lajossa. Abszolút ezzel is meg lehet tekinteni a filmet, de a bújtoros változat sokkal viccesebb. A 79-es változat számomra sokkal kultikusabb mondatokat tartalmaz, és ami még nagyon fontos, hogy a mellékszereplő hangokra is nagyon odafigyeltek. Egyébként apró érdekesség, hogy a 79-es változatban az egyik mellékszereplő hangját pont Kránic Lajos adja. A 79-es változatban olyan mellékszereplő hangokat hallhatunk, mint Újréti László, vagy éppen Verebé Iván. Ennek a mozinak is rengeteg kultikus mondatot köszönhetünk, mondjuk az én kedvencem pont az utolsó, az egész jó, csak kár, hogy kicsit szétfőt. Illetve amit még nagyon kedvelek, az a micsoda egy undorító tolvaj vagy te Gennarino. Még egy apróságot megemlítenék, van egy jelent a filmben, amikor Bud Spencer beül egy autóba egy meleg úri ember mellé. Majd lezajlik köztük egy beszélgetés, és milyen érdekes, hogy akkor ezt így meg lehetett csinálni egy filmben, ma már ez lehetetlen lenne. Hát összességében ennyit szerettem volna elmondani a Piedone a zsaruról, nekem az egyik kedvenc Bud Spencer filmem, remélem sokan vannak még így ezzel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!